közgyűlés. A költségvetésről nem, az alpolgármesterek számáról sokat vitáztak a képviselők. Fűre állni tilos. Hamarosan drága lesz a zöld területen való parkolás Csabán. Érzékenyítés. Sérült és épp fiatalok sportoltak együtt az esélypedagógiai központban. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A Békéscsabai képviselőtestület csütörtökön megszavazta a város 2024-es költségvetését. A grémium emellett arról is döntött, hogy az önkormányzat mintegy 5 milliárd forint értékben nyújtson be pályázatot városrehabilitációra, kerékpárút fejlesztésre és esélyegyenlőségi program indítására. Az ülés végén feszült vita alakult ki arról, hogy hány alpolgármestere lehet Békéscsabának. Az elmúlt években a koronavírus járvány, az orosz-ukrán háború és az energiaválság is komoly hatással volt a csabai költségvetésre, hangzott el a csütörtöki ülésen a 2024-es költségvetés tárgyalásakor. Ugyanakkor a képviselők hangsúlyozták, idén semmilyen negatív külső hatás nem érintette a tervezési időszakot. A megbízhatóság költségvetésének nevezném, arra kellett törekedjünk, hogy takarékosak legyünk, elővigyázatosak legyünk, addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér. A megbízhatóság mellett ez a 2024-es költségvetés legyen a megegyezés költségvetése is. Olyan megegyezés költségvetése, amikor valamennyi képviselő konszenzussal a saját álláspontját erősítve, ismertetve, de a más álláspontjából a jó ötleteket elfogadva szavazza meg ennek a költségvetésnek a rendelet tervezetét. A Covid háborús, brüsszeles, inflációs, energiaválságos költségvetések voltak, most meg ez egy választási költségvetés, úgyhogy semmi probléma, nagyon szép. A polgármester úr meg azt mondta, hogy végre el lehet kezdeni minőségi szolgáltatásokat nyújtani a városban. Most már lehetőség van erre. Én meg azt gondolom, hogy ezt el kellett volna már kezdeni. Megjelentek a TOP Plusz fejlesztési program kiírásai, ezek közül a békéscsabai önkormányzat több projektre is lehívna Európai Uniós támogatást. Lehetőség nyílna például a Penza lakótelep, a Szabadság és a Bockó Dániel, valamint a Munkácsi tér bizonyos részeinek rendezésére. Az előterjesztésben ugye ez a 13 helyszín nagyon tényleg frekventált helyeken lévő, már nagyon régóta megoldásra váró, rendezésre váró terület. A térburkolat rekonstrukció, zöld felület rekonstrukció, utcabútorzat rekonstrukció, közvilágítás rekonstrukció, ezek mind-mind nagyon-nagyon fontos feladatok. A grémium jóváhagyta azt a rendeletmódosítást is, amely szerint április 2-ától zöld felületen nem lehet majd autóval parkolni. A szabályszegőknek bírságot kell fizetnie, adott esetben eljárás is indulhat ellenük. Kazinci lakótelep Bánszki útban a gépkocsiknak a fűvön való állása igencsak nagy kárt okozott a zöld területnek a minőségében, és ha ezzel a rendelettel végre megszüntetjük a zöld területen szabálytalan parkolók járműveket, akkor a városnak is sokkal kevesebb ráfordítást kell arra fordítani, hogy visszaállítjuk a zöld területet. Miért nem mennek a közterületesek, és bevezetésként miért nem szólítjuk fel azokat csak egy-egy udvarias tájékoztató levélbe, hogy ön szabálytalanul parkol, és legyen szíves. Értem, hogy eddig nem volt jogalapunk rá, de ha megtennénk, akkor a jogkövető állampolgárok nagy része nem parkolna. Magyarországon itt az elmúlt időszakban mennyivel növekedett a járművek és a gépjárművek száma, de ugye az elmúlt 8 évben, ha a járművekre vonatkoztatva nézzük ezt meg, akkor közel 1,3 millióval több jármű van forgalomban, mint amennyi az ezt megelőző időszakban volt. Nyilvánvalóan ennyi autónak ennyivel több parkolóhely is kell, tehát azt is meg kell vizsgálnunk, hogy miként tudjuk a parkoló lehetőségeket jelentősebben bővíteni.
Az ülésen feszült vitát hozott az alpolgármesterek számáról szóló rendelet módosításának javaslata. Hanó Miklós tavaly szeptemberi halálát követően a poszt betöltetlen maradt. A kormányhivatal február elején arra hívta fel a közgyűlés figyelmét, hogy a szervezeti és működési szabályzat értelmében alpolgármester munkájának segítésére, helyettesítésére Békés Csabán 3 alpolgármestert kell választani, ám az elmúlt 5 hónapban a posztot csak 2 töltötték be. Bár decemberben volt kísérlet arra, hogy a testület új alpolgármestert válasszon, végül a Szarvas Péter által jelölt Palánc György a titkos szavazás során nem kapta meg a szükséges többséget. A 46 paragrafus egybekezdés aként változik, hogy a közgyűlés legfeljebb 3 alpolgármestert választ polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére, feladatkörüket a polgármester határozza meg. Második bekezdés, a alpolgármesterek főállású foglalkoztatási jogviszonyban látják el feladataikat, azonban legfeljebb 1 alpolgármester társadalmi megbízatásban is elláthatja a feladatát. A Fidesz-KDNP frakció vezetője arra emlékeztetett, hogy az elmúlt években a képviselőcsoport 2 tagja is elhunyt, ezzel felborult az erőviszony a 2 legtöbb képviselőt adó frakció között, melyet azóta sem rendeztek. A frakció többek közt azt kérte, hogy ne módosítsák az alpolgármesterek létszámával kapcsolatos bekezdés szövegét. A decemberben történtek azok okoztak bizonyos törést a közöttünk fennálló bizalomban. Szeretnénk, hogyha ez helyreállna mi hamarabb, mert az a közös érdekünk, hogy ez helyreálljon. De most én azt érzem a képviselőcsoportunk tagjaival folytatott beszélgetéseink során, hogy így most ebben a lelki állapotban nem látjuk ezt megnyugtatónak ebben a formában. A városi jegyzője végül azt közölte, hogy a javaslat módosítására már nincs lehetőség, ezért a Fidesz-KDNP képviselői nemmel szavaztak, míg a Szövetség Békés Csabáért és a DK politikusai tartózkodtak. A közgyűlésről szóló adásunkat teljes egészében megismételjük február 24-én szombaton és február 27-én kedden, mindkét napon délelőtt 9 órától. Az ülésről készült írásos tudósításunkat a behír.hu önkormányzati hírei között olvashatják el. Megtartotta a februári közgyűlés utáni tájékoztatóját Békés Csaba polgármestere. Szarvas Péter többek között az alpolgármester választásról, a 2024-es költségvetésről, az infrastruktúra beruházásokról és a tervezett kerékpárút, járda és zöld felületi fejlesztésekről beszélt. A polgármester terjesztette a grémium elé a közgyűlés szervezeti és működési szabályzatának módosítását, amely szerint nem konkrétan 3, hanem legfeljebb 3 alpolgármestere lehet a városnak. Ezt a közgyűlés nem fogadta el. A SMS módosítás az alpolgármesteri, 3. alpolgármesteri kérdés megoldását célozta. Most, hogy a közgyűlés ezt a javaslatot nem fogadta el, így további egyeztetések szükségesek, amelyre készen állok, úgy, ahogy eddig is készen álltam. Remélem, hogy rövid időn belül kölcsönösségi alapon, megegyezéses alapon dőlőre tudunk jutni, és kialakul egy megnyugtató helyzet mindenki számára. A 3. alpolgármesterrel kapcsolatos közgyűlési döntésre azért van szükség, mert a Békés Vármegyei Kormányhivatal kérte, hogy a testület március végéig szüntesse meg a jogsértő állapotot. A városvezető a februári közgyűlés legfontosabb elemeként a 2024-es költségvetés elfogadását emelte ki. Tetten érhetőek a költségvetésben, számokkal alátámasztottan, hogy minden ilyen feladatra komoly összeget szánunk. Ezeket meg is fogjuk valósítani, még akkor is, hogyha a minket körülvevő gazdasági környezet nem túlságosan erős. Kiemelte, számos infrastruktúra és sportinfrastruktúra fejlesztés folytatódik, illetve kezdődik el idén. Többek között a Jaminai városrészben egy új hadcsoportos bölcsöde épül. Az év első közgyűlését értékelte a Fidesz-KDNP frakció is pénteken. Opauszki Zoltán frakcióvezető és Nagy Sándor önkormányzati képviselő többek között a város idei költségvetéséről, illetve a területi és település fejlesztési operatív program plusz Békés Csabai pályázatairól beszélt.
A tájékoztatón a Fidesz-KDNP képviselői az idei költségvetés kapcsán kiemelték, hogy a tavalyi év során jól teljesített a csabai gazdaság, ugyanakkor több lett a kiadás is, így óvatos tervezésre volt szükség. Nem lehet olyan magabiztossággal neki menni az idei év költségvetésnek a tervezésének, mint ahogy a tavaly tettük. Ezért mondhatjuk, hogy az óvatosság és az alaposság jellemezte a tervezési folyamatot, de mindezzel együtt mondjuk, hogy stabil pénzügyi folyamatok várhatók az idei évben és a város gazdálkodásában. Opolszky Zoltán tanácsnok kitért a terület és településfejlesztési operatív program plusz békéscsavai pályázataira is, melyekből több fontos beruházás is létrejöhet majd a városban. Született döntés egyrészt egy úgynevezett városrehabilitációs csomagnak a benyújtásáról, 1,6 milliárd forintos támogatási összeget megcélozva. Született döntés egy kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztését célzó pályázat benyújtásáról 1,7 milliárd forintos nagyságrendben. A tanácsnok hozzátette, a TOP Plusz kapcsán a képviselőtestület döntött egy úgynevezett szociális városrehabilitációs program megvalósíthatóságáról is, mintegy 2 milliárd forint értékben. A Szövetség Békés Csabáért frakció képviselői is értékelték a csütörtöki közgyűlés döntéseit. A konstruktív megoldások támogatása mellett véleményük szerint a költségvetés összeállításán érzékelhető az önkormányzati választások közelsége. Fülöp Csaba kiemelte, a város 2024-es költségvetésének erősebb működési jellege van. Mint mondta, ez a felelős tervezésnek is köszönhető. Be tudtunk tervezni olyan elemeket, amelyek a Covid előtt benne voltak rendszeresen a költségvetésünkben, de kiestek forráshiány miatt. Be tudtunk emelni új típusú elemeket, egészen olyan támogatási formákat, olyan költségvetési sorokat, amelyek korábban nem voltak jellemzőek Békés Csabán, valamint meg tudtunk emelni előirányzatokat, néhány esetben a Covid előtti szintet is el tudtuk érni. Hozzátette, a kommunális feladatokra elkülönített 1,27 milliárd forint lehetővé teszi a térfigyelő kamerahálózat kiépítését, növelve a közterületek biztonságát. Miklós Attila úgy fogalmazott, a költségvetés összeállításában érzékelhető az önkormányzati választások közeledte. Amikor azt mondom, hogy ez egy választási költségvetés, arra utalok, hogy olyan hosszú távú programokat is el szeretne indítani a költségvetésben a városvezetés, amelyre az elmúlt 5 évben is lett volna lehetősége, amennyiben ezt fontosnak tartotta volna, vagy úgy érezte volna, hogy ezzel a területtel kell foglalkoznia. A képviselő hozzátette, a csabai garabonciás napokon felmerülő kreatív ötletek finanszírozására szánt támogatást jó befektetésnek tartja. Az utóbbi időben jelentősen megszaporodott a parkosított zöld területeken várakozó gépjárművek száma Csabán. Az önkormányzata csütörtöki közgyűlésen hozott rendeletmódosítással venni elejét a szabálytalan parkolásnak. Mostanság már-már megszokott látvánnyá vált Békés Csabán, hogy bizonyos városrészekben egyre többen parkolnak az autójukkal zöld területen. Az általunk megkérdezett lakosok szerint a probléma valós, így az mi hamarabbi megoldásra vár. Nyilván nincs parkolóhelyük, és akkor gondolom kénytelenek itt állni, ugye, hogy itt laknak, esetleg nincs garázs nekik, nem tudom, de igen, ezzel így tönkre teszik itt ezt a zöld részt. Az, hogy én is itt lakok, nem messze, ott is letapossák, mindenhol letapossák, én erről is mit mondjak. Be kell vallani őszinte, itt Magyarországon azért a vezetési kultúra az hagy némi kivetni valót maga után, ugye egyébként is. Korábban lehetőség volt a védett vagy közhasználatú zöld területen az ilyen szabálytalanul várakozókkal szemben közigazgatási szankció alkalmazása, azonban a kúria által 2020-ban meghozott döntés alapján törölték ezt a rendelkezést. Így jelenleg a közút részét nem képező, intézményesen gondozandó területeken való szabálytalan parkolást egyetlen jogszabály sem szankcionálja. A város ezért a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításában nevesíti azokat az intézményesen gondozott közterületeket, amelyeknél a zöld területen való várakozást közigazgatási bírsággal büntethetik majd. Én azt gondoltam, hogy keményebben kell, határozottan kell fellépni ez ellen. Próbálunk a jogeszközéhez nyúlni,
Most jelenleg megállni tilos táblával lett leszabályozva, de elképzelhető, hogy műszaki megoldást is alkalmazni kell. Látjuk, hogy a Dózsa-György utcán milyen tapasztalataink lesznek, és utána a belváros egy részére szintén szeretnénk ezt a megoldást alkalmazni. A rendeletmódosítást csütörtökön megszavazta a közgyűlés, így az április 2-án hatályba is lép majd. A Gyöngyház integrált szociális és gyermekvédelmi központban különböző fejlesztő foglalkoztatások zajlanak. Céljuk, hogy a résztvevőket felkészítsék az önálló munkavégzésre, vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. 2006-ban alakult a Gyöngyház integrált szociális és gyermekvédelmi központ Békés vármegye fejlesztő foglalkoztatása. A fiatalok 5 területen dolgozhatnak. A kosárfonó, a szőnyegszövő és a kreatív műhelyben alkothatnak, kertészkedhetnek és parkot gondozhatnak, valamint kisegítő tevékenységeket végezhetnek. Intézményünkben mindig fontos volt a foglalkoztatás. A régebbi időkben akkreditált foglalkoztató, illetve a nyújtsegítőkezet alapítvány védett foglalkoztatása biztosított munkát a fiataloknak. Aztán 2006-ban a törvényi változásoknak köszönhetően fejlesztő foglalkoztatássá váltunk. A Gyöngyház műhely az a Facebook oldal, az csak egy kicsi szelete intézményünk munkájának. Az intézmény online felületet is üzemeltet, amelynek az a célja, hogy szélesebb körben is bemutassák az intézmény tevékenységét. Nagyon szépen szokott telni a napom, szépen szoktam beszélni az emberekkel, odafigyelek rájuk, megvárom, amíg elmennek, mert hogy tisztítószerrel dolgozok, meg szoktam figyelni nagyon, amikor kimennek, hogy ne legyen tisztítószeres a ruhájuk, fölseprek, fölmosok utánuk. A kreatív műhelyben forgatásunk idején éppen tavaszi húsvéti koszorúkat készítenek a résztvevők. Ezeket különböző színű anyagokból állítják össze. A hangulatos dekorációk mellett praktikus gyakorlatias használati tárgyakat is előállítanak. Farkasné Szabó Györgyi saját bevallása szerint mindenhol jól érzi magát, de a kreatív műhelyben tudja teljes mértékben kamatoztatni a képességeit. Jelen pillanatban a táska folyamatot csinálom, varrok, varrógéppel, a fiatalok nekem kiszabják, amit éppen össze kell nekem varni, összeállítják, és a készterméket megcsinálom belőle. A kreatív részleg után az intézmény konyhakerti munkálataiba is bepillanthattunk. Elsőnek én itt kezdtem a kertészetben, nem is tudom, több mint 10-15 évig dolgoztam itt. Itt változatos volt, vagy fűnyírás, akkor a kis udvarok rendezése, virágok köntözése. Emlékszem még ezt a fóliát is, mi húztuk fel a vázra. Tehát ilyen nagyon jó volt, utána kerestem más kihívást, és akkor a kosárforró műhelybe mentem le. A szövőműhelyben különböző fali szőnyegeket és lábtörlőket készítettek a résztvevők. 4 órában dolgozok a szövőműhelyben itt a társaimmal együtt, és lábtörlőket készítünk eladásra. A szövőműhely kiemelt figyelmet fordít az újrahasznosítás adta lehetőségekre. Sok használt anyagot dolgoznak fel. Céljuk, hogy ezzel is hozzájáruljanak egy jobb és élhetőbb világhoz. Török válogatott irányító átlövőt igazolt a női kézilabda NB1-ben szereplő Békés Csabai Előre NKS-e, jelentette be a klub csütörtök este. A 31 éves Fatos Kücsük Gildis a német első osztályú Nekál Zulm együttesétől érkezett a lilafehérekhez. A mindhárom belső poszton bevethető játékos Törökországban született, majd 7 éves korában költözött a családjával Svédországba, és itt ismerkedett meg a kézilabda alapjaival. A 2020 nyara óta játszott Németországban, ahol 3 együttes színeiben is pályára lépett. A játékos az idény végéig szóló szerződést írt alá a Csabai Egyesülettel. Rutinos játékosról van szó, aki korábban nemzetközi kupa szereplő csapatban is olyan játékos volt, akinek a rutinja és a tudása az fontos volt a csapat sikeréhez. Ugye azért volt szükség itt a
az újabb igazolásra, mert sajnos több sérülés nehezíti a csapatunk jelenlegi helyzetét, és ahhoz, hogy elegendő pontot össze tudjunk szedni itt a bajnokságban a céljaink megvalósítása érdekében, most mindenképpen fontos volt, hogy a keretet egy picit megpróbáljuk átalakítani. A Magyar Parasport napja alkalmából érzékenyítő programot szerveztek az Esély Pedagógiai Központ Vantháti úti intézményében. A csütörtök délelőtti rendezvényen sérült és ébb diákok sportoltak együtt. A Magyar Parasport napját 2017 óta minden évben február 22-én ünneplik. Békés Csabán is évek óta hagyomány, hogy a program kapcsán néhány helyi középiskolás ellátogat az Esély Pedagógiai Központba. Maximálisan elérjük célját. Egyrészt van egy kis szakmai bevezető is, amit Mihály István kollégám tart. Egy picit beszélünk a sportról és a sajátos nevelésigényükről. A diákok többek között dárcoztak, csocsóztak, pingpongoztak, sakkoztak, illetve csörgőlabdáztak. Az utóbbi kifejezetten a látássérültek sportja, amelyet csörgőkkel töltött labdával játszanak, az egyik paralimpiai sportág. Ez inkább nem versenyzés, hanem egy játék, meg egy ismerkedés. Fogyatékkal jövő gyerekek tanulnak, de az a gyerekek és a város közül iskolában. Mihály István hozzátette, kifejezetten nyitott és érdeklődő középiskolás diákok érkeztek a sportrendezvényre. Ezért bízik abban, hogy hírét viszik annak, hogyan dolgoznak az intézményben. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!